Fakanalat ragadtak a sztárok. Vujic Trutko, Weiss Fanni és Szabó Győző a főzőpult mögött csillogtatta meg tudományát. Már akinek volt mit. Nagyon aktívan szoktam a konyhában tevékenykedni, tehát mindenbe belekóstolok. A Mokka műsorvezetője konyhai tudatlansága ellenére nagy lelkesedéssel hámozta az almákat. A menü Trutkojék egyik régi családi receptje alapján készül. Gesztenyés, almás, hagymás, kujka mellett fogunk készíteni varázskörettel. Én megfigyeltem az éttermekben, hogy minden ételnek van valami ilyen misztikus neve, úgyhogy nekünk a varázsköret az a misztikus, jó? A sztárversenyzők feladata az volt, hogy állítsák össze a legjobb karácsonyi menüt, melyben mindenképpen legyen pulyka és gesztenye. Szabó Győző gyakran főz otthonában, ám most liszt híján csak mesél kedvenc ételéről. Krumpliból lett volna egy lapcsánk, ami felénk ezt édesanyámtól megtanultam, és barátikában mindig nagyon-nagyon menő. Az egyetlen női versenyző, Weiss Fanni, bármilyen házi munkát szívesen végez, de főzni nem szokott. Nincs is rá szüksége, a karácsonyokat minden évben nagymamájánál töltik. Most megyünk végre lassan haza a mamiékhoz, velük töltjük mindig a karácsony, nagyon várom már. Régen láttam őket, és most nagyon jó lesz, hogy együtt lesz a család. A készételeket a versenyzők saját maguk pontozták. Az első helyezett Szabó Győzőik karácsonyi krampulykája lett.